A Kiberma mai adásában kipróbálunk egy plug-in hibrid terepjárót elektromos módban, nehezebb viszonyok közt, hogy megnézzük, tényleg hatékony alternatívái lehetnek-e benzines vagy dízel társaiknak. Kipróbáljuk a Kenát, amely a tavalyi év egyik legaranyosabb, legkedvesebb játéka, méltán szerepelt sok évvégi díját adó jelöltjei között. Valamint lezajlott a CES, belenézünk a legizgalmasabb gamer és tech bejelentésekbe is. Azt hiszem feltűnt nektek is, hogy mostanában elő-elő fordultak igen szupermodern autók itt nálunk a Kibermában is, és megint eljött hozzánk egy, amit bevallom őszintén, hogy nagyon vártam, mert azt tudjátok rólam, hogyha láttátok esetleg például az EcoCup-os műsorokat, hogy a hibrid autózás, a plug-in hibrid autózás is elég közel áll hozzám. Na hát itt van nekünk gyakorlatilag a gyártó legnagyobb méretű plug-in hibrid autója, és ami nagyon érdekes, hogy nem egy, hanem kettő elektromotort kapott, amiatt, hogy négykerekes meghajtású lehessen az autó, azért szükség volt elő és hátul is kettő darab elektromotorra, és mivel ez a plug-in verzió azért a többlet akupak miatt természetesen sokkal nagyobb a súlya az autónak, és ez rengeteg kérdést felvet egyébként még egy ilyen nagy kategóriában is, hogy vajon mennyire jól gyorsulhat, mennyire kellemes fordulni vele, hiszen ekkora súlynál, hiszen majdnem 2 tonnáról beszélünk már, ez már azért nem játék, de az autó meg fogja cáfolni egyébként a félelmeket olyan szempontból, hogy rendkívül dinamikus még így is, de erről majd később. Mi nem autós műsor vagyunk, ezért mi nem akarunk olyan dolgokat bemutatni most, hogy mennyi a láttér, meg ilyen apróságok, bár egyébként hatalmas az autónak a mérete, de mégiscsak szeretnék megmutatni valamit itt hátul. Az egyik dolog az, hogy hát természetesen ebben a kategóriában azért nyíljon már ki az autó magától, illetve a hátsó ajtó. Nagyon sokszor az szokott történni, hogy látványosan kisebb a csomagtartó, amiatt, hogy a nagy akupak ugye föltüremkedik ide. Na hát itt most nem erről van szó, hogyha pontosak az információim, akkor összesen 60 literrel kisebb a csomagtartó, ami azért nem olyan vészes, hiszen láthatjuk, hogy hatalmas méretekkel rendelkezik, és még ezen kívül megmaradt ez is, ahol tárolni tudjuk a különböző dolgokat, amik fontosak. A legfontosabb természetesen a kétfajta töltőkábelünk, az egyik ugye a hálózati töltő, a másik pedig az utcai töltő, és erről majd később, hogy milyen sebességet tudunk tölteni, és ami nagyon tetszett még nekem, hogy itt van egy igazi, hamisítatlan, szinte mint hogyha otthon a falat néznénk, itt van egy 220-as töltő, úgyhogy ha szeretnénk esetleg elutazni, és mondjuk nyár van, és egy ilyen pici mobil hűtőt szeretnénk betenni, mihez kell mondjuk az áram, akkor ezt is meg tudjuk csinálni. Természetesen számunkra, technológiai őrülteknek a legérdekesebb dolgok azok itt vannak, a központi szoftverben, itt a különböző gombok, a különböző beállítási módok, a különböző vezetési lehetőségek, nem is tudom, hogy fejezem ki magamat. Lényeg az, hogy nagyon izgalmas az autó ilyen szempontból, és akik imádnak nyomkodni az autóba különböző dolgokat, azoknak ez egy igazi kánoán. Nyomva tartjuk ezt a gombot, és rá is van írva, hogy CHI Hold, ez azt jelenti, hogy be tudunk kapcsolni egy charging módot a gombnak a nyomvatartásával, és olyankor az történik, hogy gyakorlatilag folyamatosan megy a benzinmotor, és semmilyen energiát nem használ el az akupakból, hanem csak és kizárólag a benzines dolgokat használjuk. Ilyenkor természetesen megnő a fogyasztás, viszont képesek vagyunk arra, hogy ezt a többletaksinkat, ami a plug-in mi voltja miatt van ugye az autónak, ezt így is feltöltjük. Egyébként erről megosztanak a vélemények, hogy ezt mikor jó használni, mert ugye mivel többet fogyaszt az autó a charge módban, ezért nem biztos, hogy visszajön, tehát hogyha utána majd beváltunk, mondjuk töltünk mondjuk 10 kilométernyi elvét az autóba, ebbe a charging módba, majd utána elvébe megyünk 10 kilométert, amikor ugye nullát fogyasztunk a benzinből, hogy ez kiegyíti a kettő egymást, hogy megéri az a charging mód azért, hogy töltsünk a hibrid aksiba, ezt nagyon nehéz ennek kiszámolni. Itt van nekünk a sebességváltónk, amit hát most már ugye vétekedne sebességváltónak hívni a régi értelemben, de most mi hívjuk annak. Itt természetesen megtalálhatóak a szokásos módok, ezt nem is akarnám túlságosan bonyolítani. Itt be kell nyomni egy kis gombot, és akkor tudjuk kezelni. Szigorúan persze, hogyha nyomjuk a féket közben, és hát ugye itt van minden a szokásos D, P meg R, ezeket nem igazán akarom kifejteni. Viszont egyetlen érdekességet azért szeretnék itt is megmutatni, az pedig az, hogyha átpattintom ebbe a fura S fokozatba, akkor gyakorlatilag elvileg ez arra lenne jó, hogy lehessen így föl-le váltogatni, váltogatást mímelni, és ezt tényleg idézőjelben mondom. Ez a legnagyobb értelmetlenség, amit valaha láttam, hiszen pont az a lényege a gyártó összes automata váltójának, hogy egy olyan feelinget kapunk, hogy nem érezzük a fokozatokat, ezek nem olyan automata váltók, amikor mint a régi időkben, hogy voltak olyan autók, amiknek voltak ugye
automata, meg nem automata verziói, és azok az automaták, azok lényegében ilyen lassan váltották a fogazatokat, és éreztük, hogy már mi elváltanánk egyesből, már nagyon, de még mindig nem vált el, és akkor váltson már el, és sokan emiatt utálták meg az automata váltókat. Itt egyébként ezekről szó nincsen már tényleg évtizedek óta, hanem gyakorlatilag ezek ugye mind egy fokozatúak, tehát olyan, mint egy Dodge-em, hogy csak megy, és nem érzel semmilyen húzást, vagy semmilyen olyat, hogy rángan az autó. Na most kérdem én, hogy mi a fenéért akarnék én bármi ilyesmit csinálni itt, mindenféle kuplung, meg minden nélkül. Ez nem tudom, hogy kinek az igénye az, hogy így váltást mímeljen ilyen módon. Az ég a világon soha nem akarnék ebben az autóban, illetve egyéb más hasonló plug-in hibridben sem, semmilyen módon a váltáshoz akár minimálisan is hasonlító dolgot csinálni, az egyszer biztos. Ahogy már mondtam, rengeteg dolgot lehet állítani ebben az autóban, és akik már egy nyomkodnak gombokat, azok megtalálják a számításukat. Hát vegyük rögtön azt, hogy itt van nekünk ez, az egyébként nem összesukható, nem behajtható, hanem fixen itt lévő kis kijelzőnk, aminek egyébként az alap ikonjai, hát azok nem igazán nyerték a tetszésemet, konkrétan majd tudom, mint egy placeholdert néznék, és még nem ennek észre menő. Na mindegy, ettől függetlenül azért nézzük meg, hogy természetesen van itt nekünk egy mindenféle navigációnk, és akkor itt lehet látni a különböző dolgokat. De ezen kívül pedig, ami szerintem sokkal érdekesebb az, hogy ilyenkor itt van egy ilyen osztott képernyőnk. Természetesen itt attól függően, hogy melyikből szeretnénk többet látni, mondjuk például szeretném jobban látni ezt az ábrát, ugye éppen mit használok, és akkor megnyílik ez a szokásos nagy ábra, amin lehet látni a mindenféle dolgokat, hogy éppen miről megyünk, mit használ az autó, illetve hát itt a szokásos fogyasztási adatok, meg minden, amit el tudsz képzelni, szóval igazából ezt az ember úgy használja, úgy nézegeti, ahogy szeretné. És talán egyik legfontosabb dolog, hogyha egy picit szittam már ezt a, és akkor még egyszer megmutatom, én ettől teljesen készülve ezt a nagyon kezdetlegesnek tűnő kijelzőt, akkor az, hogy támogatja már, és ez alapdolog kell, hogy legyen, ezt a múltkor is elmondtam, most is el fogom mondani, támogatja az Android Autót, illetve az Apple CarPlay-t, úgyhogy ha bedugunk egy kábelt, és ez egy negatívum, mert hogy ez csak kábelesen tudja, nem úgy ugye, mint a múltkor adásban tesztelt másik autó, a Mach-E, az tudta Wi-Fi-n keresztül átvinni ezeket a dolgokat, ő nem tudja, gyakorlatilag rögtön megjelenik a CarPlay felirat a mobilunkon, és akkor várunk egy picit, és akkor itt meg is jelent már a CarPlay opció, ami eddig nem volt ott, ugye az előbb, szépen erre rányomok, és már is ugye gyakorlatilag megjelent itt, és hát itt rögtön ugye láthatjuk, ahogy a múltkor is mutattam, az ikonokat és azokat az alkalmazásokat az iPhone-on, ami kompatibilis. A kezelőszervek azok egyébként teljesen rendben vannak szerintem, és itt is úgy gondolták, hogy inkább meghagyják a hagyományos tekerési lehetőséget a digitális helyett a légkondinak a beállításainál. Szivargyújtó csatlakozó, és ez pedig itt egy töltős felület, amit itt ki be lehet kapcsolni, de tapasztalataink szerint ez egyébként nem működik tökéletesen, vagy csak biztos az én telefonom rossz, én nem tudom, de a lényeg az, hogy itt lehet látni, hogy például egyrészt ugye rögtön majd le is húzott egy picit, de nagyon sokszor egyszerűen nem történik semmi, amikor lehet várakozni, hogy így megvillan-e. Na most megvillant, most elvileg talán így van, most felfogta. Ez nem túl szerencsés, illetve én szerintem az sem jó ötlet, ugye, hogy gyakorlatilag ilyen téglalapként kell betenni, és nem állítva. Természetesen már ez az autó is olyan szinten van, hogy 360 fokos felestőrényzetet kapunk hozzá, illetve ugye bal oldalon pedig a szokásosan látjuk, hogy ahogy tekerjük a kormányt, akkor segít itt a vonalakkal, hogy nagyjából ugye merre fogunk kanyarodni. Ez mind a kettő képen látszik, viszont a felbontása a kijelzőnek az továbbra sem túl szép. Ezt lehet látni azon a kijelzőn, hogy annak ellenére, hogy vannak nekünk hagyományos ilyen lapátjaink, a középső része az gyakorlatilag egy ilyen digitális kijelző, és ahogy itt lapozgatom itt a különböző lehetőségeket, itt mindenki megtalálhatja magának azt, amit szeretne éppen nézegetni, és akkor úgy tudja használni az autót. Itt is például van egy ilyen, amikor mutatjuk, hogy hogyan használjuk, meg minden. Itt ugye föl le is lehet váltogatni, például itt vannak a keréknyomás kijelzések, az, hogy használjuk az összkereket. Ez ugyanis egy ilyen terepfokozat gyakorlatilag. Hát sokan nevetnek ezen, és azt mondják, hogy ezzel az autóval úgyse fog senki igazán komoly terepre menni, nem is oda való. Megosznak a vélemények. Az viszont biztos, hogy hát nem baj, ha van egy ilyen fokozatunk, hiszen hogyha mondjuk van egy vidéki házunk, ahol olyan a birtok, hogy folyamatosan felázik mondjuk egy nagyobb ilyen után a sáros talaj, a sáros út, és akkor azon kell átmásznunk, akkor ebben a módban elvileg mindent annak rendel alá, hogy ki tudjunk kecmeregni a legrosszabb helyzetekből is. Hát természetesen most helyet mászni azért nem fogunk az autóval, de kijöttünk ide a természetbe egy kis földutazásra, és próbáljuk ki, hogy ez a mód, ez mennyien jól működik, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mit érzek, mert ezt még én sem próbáltam ki korábban.
Na kérem szépen, itt elég sáros a talaj, és fel is van egy picit ánzva. Majd vihetem el lemosatni az autót, mielőtt visszaadom. Itt lehet látni előttünk, hogy picit emelkedő is van, meg picit sár is van. És egyelőre semmi probléma nincs az ég ott a világon. Hopp, és itt azért már érezni, hogy dülöngél egy kicsit az autó, meg ugye látjuk, hogy jobb oldalt, ott már egészen komoly ilyen mélyedések vannak az útban. Na ide már egy sima személy autóval, hát nem szívesen, és hát megpróbálok egy picit, csak egy picit gyorsabban menni, hogy érezzük azt, hogy itt mennyire rengeteg energiánk van még, tehát egyáltalán semmi probléma nincsen. Mondjuk jól is nézzen ki, hogyha ez problémát okozna. És itt már egy egészen nagy kihívás fog itt történni. Na, próbáljuk meg. Mégis ezért jöttünk ki. Legfeljebb majd megyünk a kocsimosóba, az már biztos. És hát reménykedjünk, hogy nem olyan mély ez a pocsolya, hogy elmerüljünk, de azért csak nem. És kérem szépen, nagyon dolgoznak itt a történetek, de sikerült tökéletesen átmennünk rajta, hibátlanul megy a RAV4 ezen az iszonyatosan sáros úton. Remélem ezt az adást nem nézik meg, akik kiadták a tesztautót, mert mi autót az életben nem kapunk többet, de hibátlanul teljesítette egyébként a trail fokozattal az autó ezt a dolgot. Igazából én most abban nem mennék bele, hiszen ahhoz, hogy itt most mi azt mondjuk, hogy ez mennyivel jobb, mint mások, más terepjárók vagy bármi, ahhoz ugye gyakorlatilag nekünk most itt, ha összehasonlító tesztet kellene végeznünk, és egyébként ti azt nem érzitek most valószínűleg, de iszonyatosan csúszkál most az autó jobbra-balra, mintha ilyen jégen mennék szinte, hogy itt tapussuk a sarat. Ugye ezt mi nem vagyunk hivatottak eldönteni ebben a pillanatban, hogy most itt egy jó terepjárónál, egy igazi nagy terepjárónál ez az autó mondjuk jobb lenne, de azt hiszem, hogy ez a saras út, meg ez a vizes út, ez kiválóan bizonyítja azt, hogy személyautóval ide már nem, de ezzel még simán. Általában az emberek, hogyha egy ilyen autót próbálgatnak, akkor először mindig gyorsulgatnak, meg kipróbálják városba, és később merészkednek ki a telepre, hát mi ezt most folyton csináltuk, de nem baj, nincs itt semmi probléma. Nézzük meg azt, hogy most éppen kiérek egy közigazgatási határon kívülre, csak most elengedem itt az autókat, mert ott van egy kis útszűkület, és utána ki fogjuk próbálni azt, hogy ez az autó bizony hogyan gyorsul, és itt mindjárt elmegy mellettem egy kollega, és kérem szépen padló! Ez volt most 90, körülbelül 5 másodperc alatt, sima HV módban, amikor ugye egyszerre dolgozik az elektromotor, meg minden, és a sima normál mód, mondom, ezért mondom, hogy én nem tudom, hogy a sportmód, mit csinál a sportmód, az teleportáltat, tehát hogy az 4 másodperc helyett az 3,7 másodperc lett volna, szóval ez számomra feldolgozhatatlan. Természetesen rengeteg vezetés segítséget bekapcsolhatunk, hogy minél biztonságosabban haladjunk. Nagyon fontos ismét elmondjuk, hogy ezeket semmiképp ne éljük önvezetésnek, hiszen nem erről van szó, ezek pusztán segítenek minket. Illetve hát ez az autó, ez konkrétan még azonnal sípol is, hogyha elengedjük a kormányt, mert vagánykodni akarunk, hogy nélkülünk is megy a történet. Először is ugye bekapcsoltunk egy radaros tempomatot, és akkor megadhatunk ugye neki valamilyen értéket, hogy milyen értéken belül akarjuk, hogy ugye a sebességünk az megnőjön, hogyha nincsenek előttünk, és ehhez pedig bekapcsoltunk még fantasztikus módon egy sávtartó segítséget. Gyakorlatilag ugye abban a pillanatban, ahogy és most le fogunk fékezni, és látjátok, nem csinálok semmit, picit azért hozzányúlok a kormányhoz, hiszen nem is engedni az autó, ne tegyen meg, és meg is állunk szépen, ugye ezt is lehet szabályozni, hogy mekkora lenne ez a távolság. Nagyon tetszik ez a digitális visszapillantó tükör, bár persze ez egy olyan dolog, ami tipikusan egy olyan történet, hogy hát azért lehet nélküle élni, de ha van, akkor olyan látványos, abszolút lehet mutogatni. Egy hátrány van talán, ezt páran már elmondták tőlem függetlenül is, hogy ugye a kamerája ennek a beltérben található meg, ennek lehet, hogy az oka, hogy esetleg féltek attól, hogy megrongálnák valakik, vagy nem tudom micsoda. És emiatt, hogyha mondjuk koszos a hátsó ablak, vagy havas, vagy bármi van,
és akkor megtörik rajta a fény, vagy akár a saját, saját hátsó lámpánk, hogyha fékezünk a nagy piros, meg minden, akkor az egész egy ilyen piros fényjára változik, mert annyira megtöri, úgyhogy ez egy picit zavaró tud lenni, de egyébként ez egy... Nem is tudom, hogy láttam-e már ilyet, vagy ültem-e már ilyen autóban, ez iszonyatos high-tech. Plug-in verzió sokkal súlyosabb, mint a sima hibrid, 1,9 tonna, majdnem 2 tonna, és hát természetesen a többletsúly az abban nyilvánul meg, hogy ha sima HV módban használjuk, tehát sima hibrid módban az autót, akkor minimálisan többet fogyaszt, hiszen több súlyt kell magunkkal cipelnünk, de természetesen itt van nekünk az EV mód, tehát mindenki erre vágyik, hogyha a plug-in hibridet használ, hogy ezt minél többet használhassa. Természetesen az a legjobb, hogyha otthon esténként van lehetőségünk tölteni, mert akkor úgy indulhatunk el, hogy még télen is akár fölmehet 75 km-re a hatótávot meg tudunk tenni EV-ben. Egy picit benne van azért az a bólogatással a súly miatt, de még ilyenkor is, hogyha lepadlózunk teljesen EV módban, még akkor is érezzük azt, amikor egy picit így, mint a kikaparnának így a hátsó kerekek, vagy nem is tudom, hogy hogyan, egy pillanatra így van ez az ilyen kilökő érzés. Annak, aki nem tudja ezt minden nap otthon este tölteni, vagy nincsen szerencsés helyzetben, hogy a munkahelyén akár, hogyha hiperszerencsés, akkor még ingyen is tölthet. Nem biztos, hogy megéri magunkat cipelnünk ezt a plusz nagyon sok több száz kilónyi súlyt, mert nem igazán fogjuk soha kihasználni, és soha nem fog visszajönni az autónak ez a képesség igazán valós használatban. Szóval igazából tényleg nagyon meg kell fontolnia mindenkinek azt, hogy szüksége van-e arra, hogy a plug-in verziót használja napi szinten. A mai napon a tavalyi év egyik legérdekesebb játékát fogjuk megmutatni nektek, ami nem más, mint a Kena Bridge of Spirits címre hallgató kis nagyon kedves, kis nagyon aranyos játék, ami tulajdonképpen olyan, mintha egy mese kelt volna életre, és nem hiába jelölték, rengeteg díjkiosztón különböző kategóriákban ezt a játékot, hiszen igazán megérdemli, mert egy igazán kis kedves, szeretnivaló játékkal van dolgunk, és hát ugye én is mindig el szoktam mondani azt, hogy mennyire szeretem, hogyha végre nem valaminek az 5000. részét látjuk, hogy a remake-jét, vagy valamilyen nagy franchise-nak, ami spin-offját, hanem végre van valami eredeti játék, ami a semmiből érkezik tulajdonképpen, nem várjuk, és aztán mégis tud valami nagyot letenni az asztalra. Na hát a Kena is ilyen tulajdonképpen, de azért azt hozzá kell, hogy tegyük, hogy ez nem egy AAA kategóriás játék már olyan szempontból, hogy itt nem feltétlenül a mindent túlszárnyaló monumentális dolgokon van a hangsúly, meg azon van a hangsúly, hogy több száz órát lehessen belepakolni a játékba. Ezt a játékot ugyanis végig lehet játszani kb. 8-10 óra alatt, bár láttam a neten már ilyen 6 órás végigjátszásokat is, de hozzáteszem, hogy szerintem aki 6 óra alatt végre van ezen a játékon, az pont a lényegét nem fogja érteni, pont a lényegét nem fogja meglátni, ugyanis itt láthatjuk is a képeken, hogy tulajdonképpen olyan, mintha egy mesébe csöppentünk volna, csordogál a patak, cukik is lények vesznek minket körül, akik segítenek minket, és haladunk előre egy olyan történetben, ami igazából nem is olyan fontos, most persze ezzel nem akarom megbántani a Kenának az íróját, de igazából ebben a játékban szerintem a történet inkább csak egy kis irányvonalat ad, hogy merre menjünk ebben az elvarázsolt erdőben, amiben ugye mindenféle dolgok történnek, mert azt gondolom, hogy itt senki nem fog arról beszélgetni évekkel később, hogy a Kenában milyen fantasztikus fordulatok voltak. Itt senkiről nem fog kiderülni, hogy ölte meg igazából Kennedyt, hanem csak arról van szó, hogy eltöltünk pár varázslatos órát ebben a kis relaxációs élményben, amiben persze azért kell néha küzdeni különböző lényekkel, de azt hiszem látjátok, hogy ezek a lények nem tűnnek annyira gonosznak, nem tűnnek annyira rémisztőnek, ezek bármilyen mesevilágba beleillenének. Itt van nekünk a főszereplőnk, akinek az édesapja egy spirit guide volt, akiknek az a feladatuk, hogy azokat a lelkeket, akik nem találnak el a túlvilágra, és itt maradnak valamiért, azokat átsegítsék. Ugyanis ezen az úton nem minden lélek tud egyedül átkelni, hanem azok, akik mindenféle tragédiákat átéltek a múltban,
azok továbbra is itt vannak közöttünk, és ilyenkor egyébként veszélyes is válhatnak. És hát természetesen a főszereplőnknek, mint ahogy már mondtam, tulajdonképpen ez egy családi öröksége, az, hogy neki is ezt az utat kell követnie, és ahogy belecsöppenünk a játékba, itt rögtön látni fogjuk, hogy követnünk kell különböző lelkeket, akik bolyonganak, akik körül az egész események történnek, és őket kell tulajdonképpen a játék alatt majd felszabadítani. Persze útközben megismerkedünk több lakóval, akik laknak az erdőben, itt vannak ezek az aranyos kis gyerekek is, illetve természetesen nagyon fontosak ezek a kis lények, ezek a Rot nevű lények, akik segítenek nekünk abban, hogy mindenféle dolgokat tudjunk csinálni. Ők követnek minket a játék során, folyamatosan gyűjtögethetjük őket, egyre több ilyen kis követőnk lesz, és minél több van belőlük, annál többet tudnak nekünk segíteni, tudnak tárgyakat mozgatni, de itt lehet látni a különböző upgrade-eket is, ahol nem csak a saját képességet tudjuk növelni, a saját erőnket, a saját támadásainknak a különböző képességét, hanem ott lehet látni a Rot sorban, hogy a kis lények is tudnak nekünk a csatában is segíteni, például a pálcánkra tekerednek, és akkor sokkal erősebb ütést tudunk csinálni, vagy amikor íjként használjuk a botunkat, mert ezt a képességet is megszerzük majd a játékban később, akkor pedig szintén ott is ki tudjuk lőni, és akkor sokkal erősebb lövés megy végbe. És a Rot level az pedig azért is fontos, mert amikor megtámadnak minket egy harcban, akkor ezek a kis lények megijednek, szétszóródnak, és ahogy mi harcolunk és ügyesek vagyunk, ott lehet látni, hogy egy picike kis ilyen gömb megjelenik alul, és akkor tudjuk őket a csatában használni, és rájuk küldetjük mondjuk az ellenfelekre, hogy elvakítsák őket, és akkor tudjuk őket addig ütni, vagy pedig kis növényekre is rá tudjuk őket vinni, hogy életerőt kapjunk tőlük ezektől a kék növényektől, illetve pedig miután legyőzünk ugye több lényt egy adott területen, akkor ezek a virágszerű valamik kinyílnak, és akkor is nekik kell oda menni, hogy megtisztítsák az egész területet. És a lényeg az, hogy minél több level szintet elérünk ezekkel a kis Rot lényekkel, annál több ilyen kis gömb jelenik meg alul, itt lehet látni, hogy elején még csak egy darab van, aztán később kettő, és hát ahogy megtaláljuk őket, a különböző helyeken el vannak rejtve mindenfelé, kövek alatt, sziklák alatt, mindenféle mélyedésekben találhatjuk őket, és akkor egyre több ilyen kis segítőnk lesz. A Rotok gyűjtésén kívül pedig tudunk ilyen kis pénzeket szerezni, kristályokat, ezekkel tudunk vásárolni a boltban, illetve ezen felül pedig van még egy karma értékünk, ezeket is lehet mindenféle módokon gyűjtögetni, és ezekből tudunk vásárolni, itt a képességeinket tudjuk erősíteni, mindenféle plusz támadásokat, ütésfajtákat tudunk szerezni. Fontos még hozzátenni, hogy a játék grafikája az tényleg nagyon szép, és ez nem abban merül ki, mint amikor megnézzünk mondjuk egy Unreal Engine 5-ös tech demót, és akkor arról beszélünk, hogy úristen, milyen fotorealisztikus, milyen fantasztikus. Itt korán sem erről van szó, hanem szerintem minden iszlatosan egyben van, minden koherens, minden olyan, mint hogyha tényleg egy Disney mesében lennénk, és semmi nem lóg ki ebből a látványvilágból, és tényleg nagyon kellemes egy pár órára ide látogatni, nem nagyon fogunk is stresszelni, van egy pár nehezebb főellenség, de az is igaz, hogy a játékot story módban is lehet játszani, amikor tényleg igazán egy sétagalop az egész, és alig kell foglalkozunk a harcokkal, és hogyha valaki szeretne egy kicsit a sok stresszes, lövöldözős, mindenféle háborús játék után egy picit lazítani, akkor abszolút megtalálja a számítását a Kenával. Ahogy megszokhattátok, ezen a héten is elhozzuk nektek a legizgalmasabb híreket, és hát mi is lehetne izgalmasabb annál, mint hogy lezajlott Amerikában a CES. Lássuk a legérdekesebb bejelentéseket onnan is. Sok érdekes dolgot bemutattak, de azért az is igaz, hogy a járványhelyzet miatt ez egy eléggé furcsa CES volt, hiszen igazából, hogyha itthonról követtük, akkor sem maradtunk le túl sok mindenről. Hát itt több gyártó rengeteg új dolgot kipróbált, sokan felültek például a hajthatós kijelzős vonalra, lesz itt nekünk egy újabb fajta laptop, aminek szintén úgy hajtjuk a kijelzőt, ahogy szeretnénk. Vagy egy érdekes monitor például, ami dual-up-nak hívnak, ami kivételesen nem oldalra terjeszkedik, mint ezek a szuperszélesvászú monitorok, hanem ezúttal felfelé. Tehát kicsit olyan, mintha két monitor tennénk egymás felé. Programozók ezt ugye szeretni fogják, hiszen ők amúgy is állított állásban szokták használni a monitorjaikat. Ez lesz a dual-up, illetve ezen kívül a Quantum Dotos OLED technológia is végre egy kicsit újra életre kapott, fejlődik töretlenül, meglátjuk, hogy ebből ugye konzumer szinten majd mi lesz elérhető, de most több gyártós érdeklődik iránta, illetve vannak már ilyen termékcsádok is, úgyhogy mindenféle érdekes dolgot tapasztaltuk ezen a területen. Sőt, van például olyan távirányító is, ami önmagát tölti, hát ez meg aztán tényleg szuper érdekes, hiszen itt végre arról van szó, hogy valami egy olyan tárgy van a kezünkben, ami nem csak energiát használ fel, úgyhogy ezáltal akár zöldnek is nevezhető.
De térjünk rá az egyik legérdekesebb dologra, ami nem más, mint a Razernek egy ilyen asztalba építettél moduláris PC-t tulajdonképpen. Hát ettől a gyártótól megszokottuk, hogy szoktak rengeteg érdekes dolgot bemutatni, például a maszk vonalra is felültek. Hát itt van nekünk ez a moduláris asztalba épített PC, aminek elvileg az lenne az egyik lényege, hogy úgy állítjuk be magunknak, hogy akarjuk, és olyan modulokat használunk fel, és akkor úgy lehet majd itt mindenféle dolgokat csinálni, ahogy éppen amilyen munkára szeretnénk használni. Az öröm mellett az a szomorúság, hogy ez egy tipikusan olyan dolog, amit valószínűleg senki nem tud majd beszerezni magának, sehol nem lesz elérhető, ez egy kicsit olyan ok, mint a koncepcióautók. És ha már a koncepcióautóknál tartunk, akkor a Mercedes bemutatott nekünk egy egészen érdekes elektromos autót, amivel nem volt más a cél, mint az, hogy 1000 km-es hatótávot el tudjanak érni. Az EQXX-re keresztelt autóval, ami egyébként nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy koncepció prototípus, tehát senki ne rohanjon azonnal, hogy ezt esetleg beszerezze magának. Szóval ezt úgy tudták elérni, ezt az 1000 kilométert, hogy 10 kW per órás fogyasztást tudtak elérni 100 kilométeren, mert meg kell szoknunk ezt, hogy most már lassan nem arról fogunk beszélni, hogy hány litert fogyaszt az autó 100-on, hanem azt, hogy hány kilowatt órát. Fantasztikus, és még a zöldek is örülhetnek, mert amellett, hogy ugye nem szennyezi a környezetet maga a használata, ugye arról megosznak persze a vélemények az előállítással, mi a helyzet, de az autón belül lévő műszerfal és mindenféle azok pedig ilyen újrafelhasznált, meg nem is tudom, mindenféle anyagból vannak, hogy azzal se károsítsák a környezetet és ne vágjanak ki egy esőerdőt azért, hogy létrehozzanak egy ilyen autót. Szóval nagyon fontos, hogy ez egy koncepció, de reméljük azt, hogy a jövőben már általánossá válik majd. És talán gamereknek az egyik legérdekesebb hír, ami bejelentésre került, az pedig nem más, hogy egyébként a már sokat kritizált és vagy picit már idejét múlt PSVR-nak az első verzióját végre úgy tűnik, hogy fel fogja váltani a kettes verzió. És most itt van nekünk a PSVR 2, illetve a most az egy barokkos túlzás, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog megjelenni, és részleteket sem nagyon tudunk. Állítólag csepegtettek azért egy pár infláció morzsát, itt van például ez a kontrollerszerűség, ami szintén a DualSense-hez hasonlóan, majd mindenféle rezgésekre lesz képes, meg jobban leköveti majd a kézmozgásunkat, stb. Ez egyébként kiválóan majd kihasználható lesz ugye a VR-ban, hogyha olyan játékokat csinálnak, amik ezzel a kontroller kompatibilisek. És ami a legfontosabb természetesen, hogy nagyobb felbontást kaptak, ugye a kis mini kijelzőkön benne vannak. Ugye ez nagyon fontos, hogy sokan nem is gondolják át, hogy tulajdonképpen ott ilyen nagyon picike kijelzőket, ilyen mini monitorokat, akár azt is mondhatnánk, nézzünk nagyon közelről. És már egy játékot is bejelentettek hozzá, ez pedig a Horizon világában, ugye mindannyian ismerjük, a Horizon 2-t ugye most várjuk majd idén a legújabb kalandokkal. Abban a világban láthatunk egy ilyen kis ízelítőt, hát meglátjuk, hogy milyen lesz a játék. Ugye én általában azért nem szeretem annyira vérjátékokat, mert amellett, hogy 5 percig lenyűgöző a látvány, utána viszont maga a játékém, ez a nullával egyenlő sokszor, hiszen sokszor egy helyben állunk, csak célozni kell, teleportálással mehetünk jobbra-balra, mert különben ugye rosszul lennénk, és stb. Szóval általában szerintem nagyon korlátozottak a VR-játékoknak a maga a játék élménye. Hát reméljük, hogy ezen is változtatni fog majd esetleg a PSVR 2, illetve hogy ezáltal az egész iparág, az egész fejlesztés irány esetleg előbbre mehet. Szóval PSVR 2, nagyon kíváncsiak vagyunk és várjuk. És úgy látszik, hogy ez a hét, ez hardware hírekkel van tele, ugyanis azzal búcsúznék tőletek, hogy az egyik gyártó kitalálta, hogy mi lenne, hogyha az RGB fények helyett, ami ugye hatalmas népszerűségnek örvend, bár vannak, akik pont szembe mennek ezzel, és kifejezetten úgy reklámozzák a házaikat, hogy ezek matt feketék, és hogy így ez a szépség bennük. Szóval a legújabb trend lehet, hogy a hologramos házak lesznek, itt láthatjátok is már a képeken, felvételeken, hogy akár ilyen emberi fejeket is be lehet szkennelni, és akkor mindenféle animációkat be lehet tenni, és hát egy őrület az egész. Én megmondom őszintén, hogy nekem ez egy picit fura, én sosem tartottam a gépházat attól függetlenül, hogy jól néz ki, és egy ilyen profi külsőt költs ez a gépemnek, ami ellátja a funkcióját, azon kívül sosem láttam benne sem olyan dolgot, hogy én ezt nézegessem, de hát biztos ennek is meg lesz majd a rajongó tábora, meglátjuk, hogy esetleg a jövőben ez mennyire lesz általános, szóval hologramos gépházok, hát őrület még történnek. Ha a CES egyéb hardware-es találmányait, bejelentését jobban át szeretnétek nézni, akkor a szokásos helyen itt, mi pedig jövő héten jövünk majd gamer tartalmakkal. Sziasztok!